Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és kitaláltam egy zseni dolgot. Itt fogunk a Hellcase-en játszani, nem először vagyunk ezen az oldalon, és az az ötletem támad, hogy felmegyek Twitch streamerekhez, és kihívom őket 1v1-re, és hogyha elfogadják, akkor egy olyan összeget fogok nekik donételni, amit kinyitok. Tehát például kinyitok egy ilyen covered ládából egy 10 dolláros fegyvert, akkor én azt a 10 dollárt oda fogom nekik donételni. Na most azért nem a skint adom nekik egyenesen oda, mert tudjátok, hogyha kinyitok egy skint, akkor azon 8 nap trade-ban van, tehát nem tudom egyből elcserélni. A videót a Hellcase támogatta. Használd az mZoli kódot ingyen pénzhez, és ha szeretnél nagyon jó skineket szerezni, akkor próbálj ki más ládákat is. Link a leírásban. És kacok, mindenképp nyomjatok egy feliratkozást, hogyha még nem vagytok tagja a közösségnek, és írjátok le, hogyha szeretnétek egy következő részt, mert én nagyon élvezem egyébként ezeket így veletek csinálni. És srácok, hogyha szeretnétek ingyen játszani az oldalon, akkor rámentek a pluszra, ide pedig beírjátok, hogy mZoli. Kaptok ingyen 65 centet, amiből ki tudtok nyitni két darab ingyen ládát. Ezeket a ládákat milspec-nek nevezik, és tessék, nyitottunk két statrak ládát, 60 centből csináltunk 96-ot. Pedig beléltek, hogy Zoli 15, akkor kaptok plusz 15%-ot, hogyha betesztek az oldalra. Nézzük meg, Fenyó Gamer, hadd lássuk, hogy mi a helyzet, Mirázson játszanak jelenleg. Éj! Eltakarom a fészkemet, de nem baj, bulizunk! Köszönöm szépen! Szevasz, benne lennél egy 1v1-ben. Na, lássuk, hogy mit szól! Nagyon gondolkodik a fiú. Na, most olvassa, ha minden igaz. Hát én nem, én biztos nem nyitok te. Bárki akarja, nem nyitok. De nem, én nyitok! Jaj, Zé, ő az official mZoli? Na, akkor ezek szerint a streamer is ismer. A few moments later. Igen, nem írtam a chatre amúgy, hogy baj lenne, hogyha videó forogna, és akkor... Gondoltam, hogy videó forog, de nem baj. Na, 5 másodperc, aztán... Jézus Isten, jó lesz, amúgy. Na, hol vagy, merre vagy? Így, azt hittem egyből fejes lövök. Nekem az a bajom, hogy te így rössz. Ja, hogy megyek. Erősen, és már itt vagyok a fél pályától. Hubasz. Bassz meg! És ott szép. A fejes. De bár! Azt hiszem a földön nekem is van M4-em ugyanúgy. Nagyon szép volt. És ott is van. Gyönyörű. Na jó, figyelj, tudod mi? Csak azért, mert töltötted velem az időt. Megcsináljuk akkor is ezt a nyitást, jó? Csináljunk egy olyat, hogy kinyitok 3 ládát. A második ládát, amit kinyitok, annak az értékét fogod megkapni, jó? Amit ebből kapsz, azt így se úgy se kapod meg, mindegy. Másodiként egy Supreme-et nyitok. Amit a Supreme-ből nyitok. Nekem az dobja be a jót, Supreme. Ez a Sia Later, ez nem sok. Ez 4,29. Szerencséd van, mert a következő jól. De figyelj, ez is érték. Így azt a piros kést. És. Egy statrak monkey business, ez... Az érhet valamit. Mennyit? 3,40. Nézzünk azért meg egy Knife Life-ot is, jó? Ja, hát persze. Nézzünk meg egy Knife Life-ot. Akkor van egy 4,29-ünk, egy 3... 3 valamennyi. 3 valamennyink, és ebből egy... Statrak Fever Dream. Na, ez egy... Dér. 12,44 azért a szevasz. Na, az jó. Na figyelj, megkapod a 12-t, jó? Megkapod a 12-t, 12,44-et, jó? Legyen ugye 3 közül. Most odaadok neked 4-et, most az úgy, hogy jön ki, érted? Válaszunk, hogy valami jó kis gifet. Nincs valami Hellcase-es. Most érkezett. Ja, és ott is van. Köszönöm szépen. Csak a gifem jelent meg. Ja, nem ott van. Jó, zsír. Ott volt a gif, volt az első, azért. Ott van. Na, nagyon örventem. Köszönöm, hogy elfogadtad ezt a challenge-et. Nézzük meg Bernéket, őket nézik a legtöbben. Nézzük meg, hogy ők mit tudnak. Jó, kérdezzük meg chaten, hogy benne lennének-e. Sziasztok, videó pörög, benne lennétek egy 1v1-ben. Csak olvassanak chatet, ma ha nem olvasnak chatet, szomorú leszek. Sziasztok, videó pörög, és ha győztök, kaptok egy drága ládát, és az érdekét eldonételem. Jó. Benne vagyunk. Na hát akkor én megvárom, hogy végezzenek, és utána 1v1-ezni fogunk. Na itt is vagyunk Bernivel. Most ezúttal csak Bernivel. A Timi eltűnt sajnos. Egyébként neked most semmilyen fegyvered nincs, tehát te most nemrég kezdted ezt a játékot, igaz? És nincs még igen, semmi. Igen. Még na. Nincsen. Ott vagy. Meg vagy. Ne! Itt vagyok. Ó, itt vagy. Na. Jó, de jó.
Basszus! De most elvileg el szeretnék kezdeni igaz játszani. Hobby szinten, igen. Hol találnak meg téged az emberek Twitch-en? Így van, Twitch-en, meg igazából ezt az egészet négyen csináljuk a csajokkal, és van külön egy Insta oldalunk erre, aminek az a neve, hogy Create Girls. Nem tudom a linkeket a leírásban, meg itt lesz a képernyőn is. Basszus! Ott vagy. Most én rakom a bombát, ott vagy. Ott igen. Vagy. Tuti körbe mész. Vagy itt bepújtál. Ez most komoly, hogy ára mentél. Elmentél B-re? Igen. Na mindegy. Megpróbáljuk. Na, ez az. Elkaptalak falon át, 94-et adtam veled. És hol a bomba? Felszedted? Nem. Hogyha egyszer lerakom, lent marad. És hol van? Nézd körül mindenhol. Hát nézem. De hol van? Ott vagy. Én itt vagyok. A bomba meg a hátadnál. Ez már robban. Átlősz falon! Átlősz falon! Hát nagyon akarsz ládát nyitni. Igen. Még sose nyitottam. Ne! Jó, most menj határ. De hol a bomba? Menj határ fenteni. Ott van, ott van, ott van. Igen. Gyorsan. Kiegyenlítettél. Melyik tetszik neked a legjobban? Vagy a legalsó sorba a második tetszik. Igen. Az első sorba a 1, 2, 3, 4, 5. Kezdjük a legolcsóval. Jaj, de ez csak kéz battle-ben lehet, ami azt jelenti, hogy ez csak egy jelen lehet. Akkor legyen a fade és a covered, mert ezt a fairwort nem tudjuk. Itt egyébként ezek a kések, amik nagyon drágák. Ezek hát akár 3-400 euró. De az miért jó? Jézusom, de a kés, ez nem értem, hogy miért jó. Ez egy nagyon kicsi valami. Na figyelj, válasz még, válasz egy másik ládát. Nekem az a lényeg, hogy valamilyen rózsaszín vagy lila legyen nekem azok. Valamilyen rózsaszín vagy valamilyen lila. Ez az Illusion? Jó, jó lesz. 950-et ér, ebből már csak valami jobbat kapunk. Ez az előző lád, ez nagyon rossz volt. Nagyon olcsókat kaptam, aztán nem csak annyit szeretnék adni. Na figyelj, ez nagyon jó lesz. Ez... 758. Ezt imádom, ezt a fegyvert! És lássuk a covert-et, lássuk, hogy ebből az enyémből mit nyitunk. És ebből nyitunk egy Cyrex-et, ez egy nagyon jó fegyver. Akkor tudod, hogy fogjuk csinálni? Azt fogjuk csinálni, hogy mivel nem streamelünk, ezt a 20 dollárt én neked meg fogom építeni raktárba, úgyis most kezdted a játékot. Ezt a 20 dollárt arra fogjuk költeni, hogy egy raktárat építünk neked, oké? Okay? Jó, érted? Szupi. És hogyha szeretnétek, akkor nyomjatok egy lájkot erre, és akkor érkezik Bernével egy újabb videó. Na és akkor Benne, köszönöm nagyon szépen a szereplését, remélhetőleg találkozunk egy következő videóban vele. Én is köszönöm szépen. Nézzünk egy másik ember, nézzük meg, Valibba mit csinál. Fú, 30 perc eltiltás. Szevasz, lenne kedved egyezni. Szerencsé, hogy eltiltás van, mert tudunk játszni legalább. Ne nézz vissza, most nézd a csetet, nézd. Párszor látunk egyet, de találd el a te cuccod. Nem akarok ilyeneket, mert tudom, hogy kicsi rá az esély, de ha nyitsz valami jót, akkor azt tartsd meg, de amúgy mehetünk egyezni. Na, zsír, amúgy nagyon korrekt a srác, nagyon korrekt. Menjünk akkor egy 1v1-et, én meghatároztam, hogy na, hogyha legyőzöl, akkor van jutalom is érte, mert erről szól a videó. Na jó, hát sok sikert. Good luck, ja. Egész táram oda. Amúgy igen. Hú, egyébként tényleg érdekes, mert nagyon sokszor eltalálom és nem kapja. Mondjuk. Na, az érdekes volt például. Hú, mennyi a maximum kör? 12. Okay. Lovos kell legyél, mert egy tárat beléd lőttem. Csak azért. Semmi másért. Fú. Nice. Figyelj, én annak ellenére is, hogy itt az idődet rám szántad, szeretném, hogy részese legyél itt a videónak, mert így is úgy is ládát nyitunk. Mondj 1-től 4-ig egy számot. 3. 3. Jó. Akkor ki fogunk nyitni 3 ládát, és a harmadik ládából, amilyen értékű skint nyitok, nehéz volt. Azt nem tudom elküldeni neked skinbe, mert tudod, trade-banos van, de szerintem van donate linked, nem? Na és akkor azt meg tudjuk úgy oldani. Na jó, nyitom, akkor hadd lássuk. Na, azt hittem egy full injectort bead. Jó, hogy alkát mondtam még ebből. Nyissunk 2-t. Már csak azért is. A Statra Uncharted az... A két skin nem ér annyit, mint egy láda. Jó, na, ebből nézzük meg, hogy mit tudsz kapni. 7-ből, te hogyha bead egy... Adott már be nekem AWP Asimovot belőle. És nézd, ott! És...
nagyon durván elpördül mellette. 5,80, ez 6. Mehet. És most streamen is. Van ott is van. Streamen. Ad sokat, ott is köbe van. Ennyit. Jó, zsír, figyelj, öröm volt veled játszani, és igen. Akkor ezt megtalálom a YouTube-on ezt a videót holnap, jó? Jó, megvagyunk az 1v1-ekkel, srácok, még maradt összegünk az oldalon. Ugye kicsit kisebb ládákat nyitottunk, nem ilyen 30-50-100 dollárosokat, és a kicsi ládák közül, ami még nekem az egyik kedvenc, az a skirmish. Én ezt a skirmish nagyon szeretem, elég komoly piros skinek is vannak. Én, ha már egy ilyen Empress már beadna, már akkor örülnék igazából ebből a skirmishből. Nézzük meg, hogy mit ad. Ott van egy Dragonfire, ott egy piros. Nem kell a Beretta, de ott a 15-ös decimátor, az nagyon szép, a többire meg nincs szükségünk. Premium. Na, a Star Trek Desolated Space, ez nem lesz annyi. 18, na, 10 mínusz, belefér. Még az még limit. Jó? Advanced láda. És az a Crimson Web, az... Hát ezt akárhogy számolom, nem érte meg. Nyissunk egy késes ládát. Nyissunk előtt egy ilyen Onyxiát, ez 17-re le van árazva. Ebből nyissunk, próbálj meg 3-at 44-ért. Jó, próbálj meg 3 Onyxiát, skacok. Hadd lássuk 44-ből mit csinálunk. A Bullet Train az, ami legtöbbet ér. De 44-ből 36, ne. Figyelj, rosszabbra számoltam. Mielőtt még átmenjünk a késes ládára, mert szeretnék egy késes kinyitni, nézzük meg, hogy ki ellen tudunk játszani esetleg. Lássuk, 1.35-ér, nem találtam jobbat igazából, nagyon pörögtek ott össze, és aztán örültem, hogy ide is be tudtam jönni. Egy Dragon 1.35, hát az kevés, esetleg még egyet játszhatunk, és ezt el is vitte. Inkább készítek én, mert nem igazán akartak jönni. Legyen ez a 4. Ott is van Gandalf, nem kellett kétszer mondani. Jó, nézzük meg, hogy kiviszi igazából. Első láda, USP láda. Nézzük meg, kinyitja a nagyobbat. Ez az enyém, 1.68, zsír. Az elsőt nyertük, hadd lássuk a másodikat, a Glockot, a Glock ládát kiviszi. Az is az enyém, srácok. Még nem könyvelem el magamnak, de eddig a 3-ból 3 az enyém. 3-ból 3-at én nyitottam. 4-ből 4-et én nyitottam a nagyobbikat. Jó, és mehetünk a késhez. Rengeteg kés, piszok sok kés. Nézzük meg, már hogyha legalább egy közel 100 dolláros kés kapok, egy 95-öst, én már annak örülök. Flip knife knife, ez mennyi ez a knife? 115? Na, mi van veled? Nagyon zsír, oké. Okay. Remélem tudjátok, hogy hamarosan elérkezünk a Diamond ládához. És a Diamond láda... Szeret minket, és én is szeretem őt. Még van mit nyitogassunk. Tehát én megpróbálok egy premium knives-t is. Itt van, 150-ért. Boom! Lássuk, mit tud ez a premium. És a premiumból egy... Na, egy gut knife lore, 111. Csak, így a csoda, ez nem sok. Menjünk egy kicsit lejjebb és próbáljunk ilyen 80 milliós ládákat. Ez is egy olcsó láda, ami nekem nagyon tetszik, és ezeket próbáljuk meg ebből egy-két skint upgrade-elni, hogy azt is mutassa meg azért, hogy működik. Na, egy három statrakos skin, srácok, 43 dodó, ez nagyon jó. Ebből ezt a kettőt upgrade-eljük, a Glockot és az M4-et. Tehát van nekünk egy M4-ünk, ezt próbáljuk meg upgrade-elni egy AK-vát. Tehát 63% esély, ez be kell add. Ne legyél köcsög, ott van, mi van? 10 dollár, 7-ből, nagyon zsír. És még ez a Glock, ami upgrade-elhető, egy ilyen Meha Industries, és ez legyen Roll Under. Upgrade, mehet! Ezt is ad be, könyörgöm. Pörögje, ez az, mi van? Beadta, 874. Jó, tovább nem megyünk, az upgrade az nagyon köcsög szeret lenni, és azt nem csinálom tovább. Elérkeztünk a Diamondhoz. Még igaz van hátra, de én már ki szeretném nyitni. Már ismerjük ezt a ládát, hogy mik vannak benne. Srácok, 186. Nem szeretnék ordibálni, mert a házban emberek vannak, és... Jó, az nagyon jó kész, de 262 jó! Visszafogom magam, nagyon jó. És kaptunk egy Fire Serpent shardot is. Ezt a 62-t még elnyitjuk ilyen Supreme ládákkal. 35 dodóból, a Supreme láda az előbb is azt hiszem úgy jó volt. 35-ből bead egy Statra Kapor Galaxit, az nagyon jó. És beadott egy AVP Mortis-t. És mehet még 4. Mehet még 4 ebből a Supreme-ből. Miért csak egy nyílt? Azt figyeld meg azt a bugot. Itt mi történik? Jó, 178. Jó, akkor fejezzük be 3 covert-tel a... Szerintem mondhatom, hogy a kedvenc ládámmal, így az olcsóbb kategóriából. 3 covert láda, és 21-ből nyitunk... 18-at? Figyelj, lehetett volna rosszabb is. Meg szeretném köszönni, hogy itt voltatok, mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és szeretnétek még ilyen jellegű videót, én mindenképp szeretnék még. Találkozunk a következő videóban, addig is lehetek jók, és sziasztok!